Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és stúdión két vendégét, Benko Attilát, a Kós Károly Művelődési Ház vezetőjét, és dr. Varga Tibor urat, aki a Szent Korona Szabad Egyetem vezetője, szellemi atya, nem is tudom milyen szót mondjak rá szépen. Folytatódik idén is a sorozat. Attila, miért gondoltátok úgy, hogy fontos, hogy 2014-ben is helyszíne legyen a Szent Korona Szabad Egyetem és délutánok előadásainak a Művelődési Ház? Szeretnénk ebben az évben is azt az ívet tovább folytatni, amit tavaly évben elkezdtünk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan programsorozat, aminek helye van a házban. Szeretnénk a magyar történelmet, történetet és a nemzettudatot úgy bemutatni, ami a mi gondolkodásunkkal egybeesik. Mi ezt a programsorozatot tudjuk támogatni. És ezek nagyon népszerűek voltak tavaly is, nagyon színesek voltak, nagyon komoly felkészült előadókkal, nagyon érdekes előadásokkal, mind a sorozat részében, mind a két ünnep között sorra kerülő Szent Korona Szabad Egyetemnek a konferenciáján, mind a nyári táborban, rendezvényen, és úgy gondoltuk, hogy ezt idén szeretnénk folytatni. És amellett, hogy folytatjuk ezt a sorozatot, ugye, ami itt az aktualitását adja a beszélgetésnek, ez a március 22-e, ami egy sorozaton kívüli esemény, viszont egy egésznapos esemény, mert Tibor a részleteket úgyis el fogja árulni, hogy ez miről szól. Mindig más és más téma az, ami napirendre kerül. Most március 22-én mi mindenről hallhatunk majd? Hát először is valóban nagyon sikeres együttműködés ez a Szent Korona Országáért Alapítvány és a faluház között, mert a faluház tényleg nagyon jó helyen fekszik, és nagyon jó adottságai vannak, és tényleg látogatják az emberek, és a két ünnep között is rengetegen voltak, amikor az alapítványnak a rendezvénye volt, és most is reméljük, hogy sokan lesznek. Tulajdonképpen olyanokból is március 22-e lett a rendezvény, hogy tényleg a Szent Korona délutánoknak ez egy része, de szerencsésen jött ki, mert ugye a tavaszi napi egyenlőség van, és ilyenkor általában néhány ilyen, hogy mondjam, megkergült ember dobolva járkál tüzek körül, és úgy gondoltam, hogy akkor megkereszteljük ezt az ünnepet, hogy ez nagybőti időszakban van, és azért is lett az a címe, hogy nyitva van az aranykapu. És tulajdonképpen valahol az a jelmondat, ami az alapítványomnak is a jelmondata, ami egyébként végigvonult az egész történelmünket, az határozza meg, ez a Si Deus pro nobis quis contra nos, az azt jelenti, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És amúgy, hogy tényleg végigvonult az egész történelmünket, az mi sem bizonyítja jobban, hogy van egy gerencei monda, hogy Szent István meg akarják gyilkolni, egyébként ez benne van a legendájában is, és éjszaka álmába akarják meggyilkolni, és amikor bemegy a tettes, mármint az elkövető, akkor ahogy odaér az alból Szent Istvánhoz, kicsúszik a kezéből a kard, és a csörömpölésre fölriad, és akkor bevallja a bűnét, de az nincs benne a legendákban, hogy miért ejtette ki a kardot, és azért ejtette ki a kardot, mert álmában beszélt Szent István, ez gerencén mondom, a monda megőrzi, és úgy azt mondja álmában, ha Isten velem, ki ellenem, és erre ejti ki a kardot. És aztán utána meg furcsa módon úgy van, hogy Bethlen Gábor az 1829. november 15-én haldoklik, és nem tud már beszélni, és a feleségének akar írni valamit, vagy mondani valamit, és akkor kér egy tollat, és azt írja föl, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És utána még odaír egy mondatot, hogy bizonyára senki sincsen, vessző, és akkor még az utolsó átváltozás kapujából még visszaszól, senki sincsen, és így hal meg. Aztán első Rákóczi Györgynek is ez a mondata, jelmondata. Széchenyinek is ez a jelmondata, a Széchenyi családnak, Lánchidon fönn van egyébként, csak a szít lehagyták, tehát Isten velünk, kicsoda ellenünk, és akkor gondoltam, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, akkor egy keresztény szellemű rendezvényt hozunk létre, ahol elmondjam, hogy kik vesznek részt. Hát talán igen, mert érdekes előadók érkeznek. Hát nem kevésbé. A címeket nem tudom azért, mármint az előadás címeket, és elég érdekesek az előadás címek, úgyhogy a dr. András Fabi Bertalan, a magyar kereszténység történetének kérdései. Ez mindenféleképpen érdekes lesz, hogy mikor voltunk keresztények, mikor nem, mert ugye ebben mai napig egy ilyen furcsa dolog, mert a televízióban láttam, hogy Tőkicki kijelentette, hogy azok a keresztek, amelyek a sírokban találtak, honfoglalások sírokban, azok zsákmányok voltak, tehát ez elég érdekes, hogy zsákmányként temette volna el az illető, de mindegy. No, tehát ez egy érdekes kérdéskör. A dr. Bakai Kornél a magyar szentkirályokról tart előadást, tehát hogyha szentkirályokról beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy a hogyha csak azt mondják, hogy szentkirály, kettő van a történelemben, a Szent László, meg Szent István, úgyhogy nyilván erről szól. Aztán hát én szerintem egy tényleg iránytű a Balco András, tényleg szellemileg, lelkileg, ő Mi végre vagyunk a világon címmel tart előadást. Aztán Bátor Botond, a páros tartományfőnök, a Szentkereszt tisztelete a Pálos Rend történelmében, tehát ez is szerintem nagyon jó téma. És aztán tulajdonképpen a Gyuri bácsi felfedezője, dr. Ütő István, alternatív gyógymódok, és ő fogja bevezetni Gyuri bácsit most, mármint Szabó Gyuri bácsit. Úgy értem, hogy felfedezője, hogy ő hozta például a Szabad Egyetemre, hogy tartson előadást hozzánk, úgyhogy ezért ő fog előadást tartani, aztán Szabó Gyuri bácsi, a gyógynövények az egészség megőrzéséért. És aztán végül én, de ez, ahogy felsoroltam, ez a tulajdonképpen ABC sorrendben van, nem feltétlenül ez lesz a sorrend, Magyar Királykoronázás szertartás rendje, és végül legvégén a Kurul Dobosok, akik már karácsonykor is nagy sikert arattak, ők lesznek. Tehát egy egésznapos program déltől indul, ingyenes, aztán nem tudom, még talán hamuba sült pogácsát is adunk hogy útra valóul a hallgatóságnak, tehát ez még az majd kiderül. Hát ez nagyjából a program. Vannak olyan előadók, akikkel még nem találkozhattak a budakalásziak. Kik ők? Hát tulajdonképpen majdnem mindenki volt itt, akit föl. A Bátor Botond, a páros tartományfőnök, ő nem volt még. Azért párosokról volt előadás, de ő éppen akkor nem ért rá. És aztán nem volt még a Ütő István sem, még így előadóként. Hát ők ketten, ő orvos egyébként, úgyhogy az alternatív gyógymódokról fog előadást tartani. Úgyhogy, és még valami, hogy folytatjuk a rendezvényt, mert én meg szerettem volna hívni Csaba testvért, ide Bőte Csabát, de éppen nem ért rá, és mondott egy időpontot, hogy április 12-én ráér szombaton. Hát mondom, akkor jó, akkor csinálunk még egy ilyen napot. Tehát, de azt, hogy akkor még ki lesz, azt nem tudom, de az is ingyenes lesz, és az is ilyen egésznapos lesz. Úgyhogy remélhetőleg mind a két alkalommal sokan lesznek, bár reklámozásra kevés időnk volt, mert szóval nekem ugye azért vannak egyéb feladataim, tehát előadások, meg maga a Szabad Egyetem, úgyhogy mindig csúszunk az időbe, tehát nyilván ezt már 2 hónappal ezelőtt reklámozni kellett volna, de így azért elmondtam április 12-t, hogy tudjanak róla, hogy akkor leszünk. Igyekszünk pótolni majd mi is ezt a hiányosságot. Attila, milyenek a visszajelzések a faluházban, művelődési házba érkezőktől? Mekkora az érdeklődés, hogy látjátok ezek iránt, az előadások iránt? Hát érdekes, mert van egy törzsközönség, ami kialakult, és ők jönnek rendszeresen, de mindig vannak új érdeklődők is. Ugye mi elindultunk egy úton, tehát ugye kb. Egy éve elkezdtük ezeket a programokat, elkezdtük reklámozni, azért fejlődünk mi is a kommunikációban a reklámon, tehát egyre több helyre jutunk el, és azért ez így összefüggésben van, de a legjobb hírhozó természetesen az, amikor az emberek elmondják egymásnak, hogy van egy ilyen jellegű sorozat, és arra figyelünk azért, hogy ebben a témakörben azért ez az egy legyen. Tehát nem árulok el titkot, azért vannak megkeresések, vannak elég érdekes, furcsa, mert ugye ebben a témakörben nagyon sokan tevékenykednek, így idézőjelben, és hát sok közöttük, aki így a sarlatánság határát súrolja, tehát ezeket ki kell szűrni. De úgy gondolom, hogy itt tényleg olyan előadók vannak, olyan programok, hogy azért mindig szép számú a közönség. Folyamatosan fejlődik, én úgy gondolom, a közönség is, tehát mindig vannak újak. Ugye jó példa erre, hogy az idén konferencián már sokkal többen voltak, mint tavaly. És ugye azt is vegyük figyelembe, hogy ez nem csak kalásziak járnak, hanem a kistérségről, illetve Budapestről is. Azt is meg kell szokniuk, hogy ha ilyen jellegű előadásokra szomjaznak, akkor azért Budakalászig egy 10 perc, negyed órát azért hévezni kell. de van egy nagyon jó közönség ennek, és én vettem részt ilyen rendezvényeken, és azt vettem észre, hogy ez egy ilyen nagy család, tehát itt azért sok ismerős van, itt találkoznak, beszélgetnek egymással. Lehet, hogy ez az egy hely, ahol egyébként találkoznak időről időre, és nagyon kultúrált a közönség, tehát tényleg nagyon baráti a hangulat, nagyon érdeklődő, kíváncsiak egymásra az emberek, úgyhogy van egy jó szellemisége. Tibor lesz szintén a konferencia, ugye házigazda és előadó is. A magyar király koronázásról, ez áll a plakáton, a meghívón. Igen. Egy kis kettcsinálót, egy kis étvágygerjesztőt adjunk a budakalásziaknak, hogy mi mindenről lesz szó majd ebben az előadásban, amiért akár ezért is érdemes lesz elmenni. Hát ez egy nehéz kérdés különben, olyan szempontból, mert ugye másfél órás az előadás maga. Amúgy mindjárt visszatérek rá, csak annyi, hogy tényleg az szívderítő, hogy azért ez egy szellemi program. Tehát azért nem szoktak a szórakozásért, tehát hogyha zene van, meg mit tudom én, jól lehet magukat érezni, akkor tömeg szokott lenni, de az, hogy egy szellemi eseményen tömeg van, az nagyon nagy szó. Hát mert tényleg tavaly is, tehát egy évvel ezelőtt is teltház volt, de most tényleg még többen voltak annak idején. Egyébként pedig erre az előadásra visszatérve, hát gyakorlatilag arról lesz szó, hogy ugyanis nekünk beavató koronánk van, ami ritkaság, nincs ilyen. Európai kultúrkörben nem ismeretes, mert ismernek olyat, hogy házi korona, amit bármikor viselhet az uralkodó, ismernek olyat, hogy országoló korona, amikor a főbb események történnek, valami törvényt szentesítenek, vagy nemzetközi követet fogadnak, akkor viseli az uralkodó. De az, hogy az uralkodó jelöltből uralkodóvá változik át, és beavató korona lenne, ilyet nem, tehát a Szent Korona az beavató korona, ilyet nem ismerünk. Tehát Szvigedi Erik nagyon szépen elkülönítette annak idején. És akkor nyilván, hogyha beavató, tehát nálunk csak azt ismerték el uralkodónak, akit a Szent Koronával megkoronáztak. Ha valakit nem koronáztak meg, azt nem ismerték el uralkodónak. Tehát ilyen volt 1301-ben, hát háromszor meg kell koronázni Károly Robertet, mert sosem a Szent Koronával koronázzák meg, míg végül ugye 1310-ben a Szent Koronával megkoronázzák. Tehát valami történik akkor, és nyilvánvaló valami olyan misztérium történik, ami katolikus misztérium, mert mise keretében koronázzák a magyar királyt. És akkor innét kezdve már érdekes, hogy mikor a misén belül, mikor koronázzák meg, egyébként a Szent Lecke elhangzása után, az evangéliumi rész előtt, és akkor ilyennek jelentősége van, hiszen ugye azt tudjuk, hogy nagy ünnepen kellett koronázni a magyar királyt, de nem tudják, hogy miért nagy ünnepen kellett koronázni. Azért nagy ünnepen, mert ugye ez a perikopák, ugye a perikopáin azt jelenti, hogy körülvágni, hogy minden misének megvan a maga Szent Leckéje és maga az evangéliumi része. Tehát nyilvánvalóan más hangzik el pünköskor, más hangzik el karácsonykor, tehát nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy milyen Szent Lecke hangzik el, és milyen evangéliumi rész hangzik el. És utána, miután ez megkapta, tehát közte ugye megkoronázzák, akkor az eukarisztiában, amikor áldoz a magyar király, leveszik róla a koronát, a Szent Koronát, hogy emberi nyomorúságában zuhan vissza, és úgy kapja meg Krisztus testét és Krisztus vérét, mert két szín alatt áldoztak. És akkor ebből következően lehet tudni már azt, hogy azok a híradások, hogy például Bonfini azt mondja, hogy nagypénteken koronázták meg Mátyást, ez nem igaz. Ugye a Túróci is, ezek kortársak, Túróci 1488-ban nagyon szépen elmondja, hogy nagy csütörtökön, elmondja ezt Verbőci is, hogy nagy csütörtökön, elmondja ezt Petrus Lenzánusz is, és elmondja Gyöngyösi Gergely is. De a helyzet az, hogy ha nem mondanák el, akkor is tudnánk, hogy nem lehetséges, hogy nagypénteken, hiszen nagypénteken csonka mise van, magyar királynak pedig áldoznia kell. Úgyhogy akkor pedig nem tudott volna áldozni. Szóval valami ilyesmi témakört járunk körül már, mint az én előadásomban. Hogy a többieket is tudom, úgyhogy nagyjából... Azért hagyjunk egy kis titkot a nézőknek is, hogy legyen érdemes elmenni. És akkor még egyszer március 22-e. Igen, szombati nap, déltől kezdődünk, de már 11-re oda lehet jönni. Tehát déltől kezdődik maga a rendezvény. Hát már csak azért is, mert gyermekprogram van, azt hiszem délelőtt, úgyhogy arra érdemes ilyen, mert ha családok jönnek, ezt még jobban szeretjük, gyerekekkel tudunk foglalkozni különben, úgyhogy kinn a előtérben. Családi délelőtt, akkor így ez van, az így van, délelőtt családi matiné lesz, ugye ez is egy sorozat. ami tényleg egy jó felvezetése, mert ugye ott lesz egy kis színházi előadás, lesz zenés foglalkozás a gyerekeknek, és lesz az ünnepkörhöz kapcsolódó, tehát a tavaszhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozások. Úgyhogy akik jönnek délelőtt, akkor nyugodtan ott maradhatnak, mert délután is lesz az előadások ideje alatt foglalkozás a gyerekeknek, tehát a gyerekeket is lekötjük, és a szülőknek pedig ott a szellemi táplálék. Ebből is látszik, hogy sok ilyen élő faluház kellene az országban, és akkor megváltozna Magyarország. Reméljük, hogy majd a példát mások is átveszik. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Nézőinek is köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!